A penészleki gyerekek már jól ismerik ezeket a játékokat. Ősszel lett kész a megújult Mici Mackó óvoda, amelynek ünnepélyes átadását pénteken tartották. Az intézményt 65,5 millió forintból korszerűsítették, a nyilászárók mellett a vezetékeket és a tetőt is kicserélték, amelyre napkollektorok kerültek, ezek a melegvíz előállításában segítenek. Az óvoda belül is új köntös kapott. A padlótól kezdve a falszín, a világításnak a korszerűsítése, a nyílászárók cseréje megtörtént. Az ajtóknak ugye a belső nyílászárók tekintetében szintén megtörtént a cseréje, és a bútorok teljes mértékben megújultak. Tehát lehet látni, hogy gyermekbarátak, vidámak, esztétikusak, megfelelnek ugye a céljainknak, tudjuk benne tárolni az eszközöket, a könyveket. Könyvek vásárlása is történt. 200 darab könyvet vásároltunk, amit a gyerekek napi szinten forgatnak. Emellett ebben a 200 darab könyvben szakmai könyvek is rendelkezésre állnak, amelyek a pedagógusok munkáját segítik a tervezésben és a gyakorlati megvalósításban egyaránt. Képesség és mozgásfejlesztő, valamint kreatív eszközök és játékok is változatosabbá teszik az intézményben járó mintegy 40 gyerek mindennapjait. Ők az egy évig tartó felújítás idején egy másik épületben jártak. Az idei nevelési évet azonban már a megszépült helyen kezdhették. A korszerűsítésre nagy szükség volt, az óvoda ugyanis több mint 70 éve épült. A településen más beruházások is voltak a közelmúltban. Mellettünk van az iskola épülete, ott is teljes energetikai felújítás történt, mosdófelújítás, járólapoztak, aztán a polgármesteri hivatalt is felújítottuk teljesen, ott is energetikai felújítás volt, ajtókat tettünk más helyre, körbe lehet járni az irodai helységeket, aztán a zuhanyzó rész, mosdó rész is felújításra került. Aztán egy teljesen új orvosi rendelőt építettünk, szintén topos pályázatból, az is egy nagyon korszerű, teljes zöldmezős beruházás volt. Vannak még tervek penészneken, igény van rá, így pályáztak egy mini bölcsőde építésére. Belvízelvezetési program is indul, a temetőt pedig körbe kerítenék. Közben a térség több településén zajlik oktatási nevelési intézmények felújítása. A nyírbátori választókerületben, amely 33 település számlál, 16 iskola újul meg, 8 bölcsőde fog épülni, és 6 óvoda megújítása történik meg. Itt vagyunk az egyiken, Penészleken, de a szomszédban, Ömbölyön adtunk át tornaszobát, óvodai tornaszobát. Nyírbélteken pedig készül az iskola felújítása, hamarosan elkészül, Encsencsen pedig az iskolát és az óvodát is felújítottuk. Az országgyűlési képviselő szerint azért fontosak ezek a topos forrásból megvalósuló fejlesztések, mert ezekkel segíteni tudják az oktatás-nevelést, és közvetetten azt, hogy a fiatalok helyben maradjanak, és ne költözzenek el a településről.